Nyugdíjak. Egyetlen nyugdíj sem csökken, mi több a bejelentett határidőig, vagyis szeptember 1-jéig megtörténik a nyugdíjak újraszámítása is, jelentette ki Márcsöl Csoláku miniszterelnök a mai kormányülés elején. Sztrájk. A közalkalmazottak az egységes közalkalmazotti bértörvény alkalmazását követelik. Egyelőre figyelmeztető sztrájkot tartottak, de ha ez nem hoz eredményt, február 6-ától általános sztrájkba kezdenek. Katolikus iskola. Továbbra sem működhet önálló tanintézményként a Marosvásárhelyi Katolikus iskola, de a sajtóban megjelentek ellenére nem azért, mert a tanügyminisztérium a Maros megyei tanfelügyelőség ezen döntésével értett egyet. Kezdődik a híradó, köszöntöm Önöket! A felvállalt határidőig megtörténik idén a nyugdíjak újraszámítása, ezt Márcsöl Csoláku miniszterelnök közölte a mai kormányülés elején. Ugyanakkor megvizsgálják a 3000 lejig terjedő nyugdíjak adómentesítésének a lehetőségét. Márcsöl Csoláku miniszterelnök a Nemzetközi Valuta Alap küldöttségének látogatása és a nyugdíjak kapcsán a napokban felröppent hírekre és feltételezésekre reagált a szerdai kormányülésen. Számos sajtóorgánum ugyanis azzal ijesztgetett, hogy a Nemzetközi Valuta Alap gátat szabhat az időskori juttatás emelésének. A kormányfő hangsúlyozta, ezek álhírek, egyetlen nyugdíj sem csökken, mi több, a bejelentett határidőig, vagyis szeptember 1-jéig megtörténik a nyugdíjak újraszámítása is. Nem existe. Sem több szakaszos gyakorlatba ültetésről, sem más változásról nincs szó. Mi felvállaltuk ezt az intézkedést, és szeptember 1-jéig véghez is visszük. A kormányfő ugyanakkor felkérte a pénzügyminisztert, hogy vizsgálja meg a 3000 lej alatti nyugdíjak adómentesítésének költségvetési vonzatát. Meg kell néznünk, hogy megengedhetünk-e magunknak egy ilyen intézkedést, a 13,8%-os nyugdíjemelés és a szeptember 1-jétől érvényes újraszámítás után, fogalmazott Csoláku. Ismét terítékre került a koalíciós pártok berkeiben a helyhatósági és az európai parlamenti választások összevonásának a lehetősége. Bizonyos lapértesülések szerint a PSD és a PNL megállapodásra is jutott a téma kapcsán. Ennek ellenére a két párt vezetőinek a nyilatkozatai annyira zűrzavarosak, hogy ember legyen a talpán az, aki megérti, hogy mit is szándékoznak. Kedd este a központi sajtója része kormányközeli forrásokra hivatkozva arról cikkezett, hogy a PSD és a PNL elviekben már megállapodott a helyhatósági és az európai parlamenti választások összevonásáról. Az intézkedés minden bizonnyal a nemzeti liberálisoknak kedvezne, mert a polgármestereik hatékonyabban tudnák mozgosítani a választókat, szemben az egyre népszerűbb rivális, szélsőségesen nacionalista áurral, amelynek nagyon gyenge a helyhatóságokban a képviselete. És akkor jött az első hajmeresztő nyilatkozat, ez esetben Nikolai Csuka PNL elnök részéről, aki egy hírtelevíziónak azt mondta, hogy nem a liberálisok rukkoltak elő az összevonás ötletével. Talán éppen ezért ködösített ma a téma kapcsán Márcsöl Csoláku PSD elnök is, aki újságírói felvetésre azt nyilatkozta. A PSD-n belül egyesek támogatnák a választások összevonását, mások nem. Egy biztos, június 9-én EP választások lesznek. Nem hoztuk meg a párton belül az összevonásra vonatkozó döntést, mi több, ezt nem is dönthetjük el egyedül, hiszen egyes koalíciós kollégák nem tudnak erről az összevonásról. Éppen ezért a honatjainkkal arra a következtetésre jutottunk, hogy nem szavazunk meg semmiféle összevonást, tette hozzá. Egy órával később a Nemzeti Liberális Párt elnöke Nikolai Csuka bejelentette, hogy azt a meghatalmazást kapta a pártban, hogy tárgyalásokat kezdjen a PSD-vel a választások összevonásáról. A párt területi szervezetein belül megvizsgálták a választások összevonásának a lehetőségét, mindenki bemutatta az álláspontját, és arra a döntésre jutottak, hogy lehetséges és egyben jó változat a helyhatósági és az EP választások összevonása. Persze, vannak más lehetőségek is az összevonásra, de mi meg kell találjuk a legdemokratikusabb és az állampolgárok számára legkedvezőbb variánst. Politikai elemzők szerint a szociáldemokraták abban az esetben támogatnák a kezdeményezést, ha megállapodnak a közös elnökjelölt személyéről a koalícióban. Sőt, az alkotmányosság határait súroló eshetőség is felmerült ma Márcsöl Csoláku sajtótájékoztatóján. A PSD elnök nem tartja kizártnak, hogy a kormány szintjén bevált vetésforgót az államfő esetében is bevethetnék. Erről Nikolai Csuka PNL elnök nem kíván nyilatkozni. Csak annyit mondott, az elmúlt 35 évben egyszer fordult csak elő, hogy a felek betartották a megállapodást, amikor átadta Csolákunak a kormányfői megbízatását. Engem látnak az egyik államfőnek a vetésforgóban? Tette fel viccesen a kérdést az újságíróknak.
Megvannak a végső számok, a bruttó hazai termék 5,68%-ának megfelelő deficittel zárta Románia 2023-as évet. Az adatokból az derül ki, hogy a kormány nagyon mellé fogott a számításokkal, és jelentősen meghaladta a tervezett céldeficitet. A pénzügyminisztérium által közölt adatok szerint a bruttó hazai termék 5,68%-ának megfelelő, szám szerint mintegy 90 milliárd lejtett ki 2023. december végén az államháztartás hiánya. A tárca ugyanakkor közölte, hogy ez kisebb a 2022 végén jegyzett 5,76%-os deficitnél. Csak hogy, bár százalékarányosan valóban csökkent a deficit, abszolút számban hozzávetőlegesen 10 milliárd lejjel magasabb az összeg, mint 2022-ben. A költségvetési bevételek terén 13,3%-kal nagyobbak a bevételek, mint egy évvel korábban. Ez elsősorban az európai alapokból, a jövedelemadóból, valamint a társadalom és egészségbiztosítási járulékokból befolyó összegeknek köszönhető. Ezzel párhuzamosan viszont túlköltekezte magát az állam. Nagyok voltak a személyzeti kiadások, a szociális ellátórendszer finanszírozási tételei és az államadósság finanszírozására fordított kamatszintek is, mondja Miklós Zoltán, az RMDSZ gazdasági szakpolitikusa. És ha ez nem lett volna elegendő, a kormány számos rossz döntést is hozott. Azért, hogy ez ekkora lett, azért még számtalan durva beavatkozást is eszközölt az állam. Emlékezzünk vissza a 2023-as év utolsó hónapjaiban, leállították a közberuházásokat, nem engedtek kifizetni Angel Salini projektekből összegeket, a Csenei által finanszírozott összegeket, tevőjai visszaigényléseket időben nem folyósították, továbbra is hatalmas összegek vannak kifizetetlenül, például betegpénzeket nem folyósítsák a cégek felé, és hát így is jelentősen megnőtt ez a költségvetési hiány. Amennyiben a beruházásokat, a betegszabadságért és más szolgáltatásért járó összegeket becsületesen folyósították volna, a deficit inkább 7% körüli lenne, vélte Miklós Zoltán. Hozzátette, az, hogy az idei állami költségvetés 5%-os GDP arányos hiányjal és 3,4%-os gazdasági növekedéssel számol, meglátása szerint ez túlzottan optimista becslés a kormány részéről. Valódi internetes ostrom alá kerültek a román állami intézmények. A képviselőház informatikai rendszerét kedden érte kibertámadás, majd az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság honlapját is megtámadták, személyes adatokhoz is hozzáfértek a hekkerek. A parlament alsóházának az informatikai rendszere ellen indított kibertámadás során a hekkerek többek között Márcsel Csoláku miniszterelnök személyi igazolványát is megszerezték. Az ügy kapcsán a kormányfő bejelentette, hogy lecseréli a dokumentumot. Források szerint az RMDSZ szövetségi elnökének, Kelemen Hunornak is megszerezték a személyi igazolványát a támadók. A kibertámadást Bogdan Grujá Iván kutatásért, innovációért és digitalizációért felelős miniszter is megerősítette, és friss adatokkal szolgált a sajtónak. Összesen 316 másolt fájlról van szó, ebből 190 szkennelt és 36 szerkeszthető dokumentumot másoltak le. Tartalmuk részben nyilvános, azaz szolgáltatási szerződések, intézményi címek, költségvetési adatok ezek, de vannak köztük nem a nyilvánosság szánt adatok is, például a képviselők személyi okmányainak másolatai. A szervezet bűnözés és terrorizmus elleni igazgatóság szerint az információs rendszerekhez való jogellenes hozzáférés, a számítógépes adatok integritásának megsértése, a számítógépes rendszerek működésének megzavarása és zsarolás gyanúja miatt vizsgálatot indítottak az ügyben. Bogdan Grujá Iván közölte azt is, hogy szerdára virradóra az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság honlapját is internetes támadás érte. Hajnali 1 és 7 óra között a honlapot másodpercenként mintegy 18 ezer látogatással támadták meg, mondta, hozzátéve, hogy a támadás hatásai nullával egyenlőek, mert nem másoltak le fájlokat, és az oldal továbbra is működőképes és védett. A tárcavezető szerint Romániát naponta 25 ezer kibertámadás éri. Oroszországnak kémkedhetett egy orosz nemzetiségű lett EP képviselő, aki ellen kivizsgálást indított az Európai Parlament. Tatjana Zsdanoká egyike azoknak, akik aláírták a Minority Safe Pack polgári kezdeményezést. Ügyét felhasználhatják egyesek, akik a kisebbségvédelmet amúgy is politikai eszközként használják fel, azonban ez nem változtatja meg az 50 millió kisebbségekhez tartozó polgár szükségleteit, azt, hogy a kisebbségi jogok érdekében az EU döntéseket hozzon, hangsúlyozta Vince Lorent.
Az Európai Parlament vizsgálatot indít egy orosz nemzetiségű lett képviselő Tatjana Zhdanova ellen, akit egy tényfeltáró cikkben azzal vádoltak meg, hogy az elmúlt két évtizedben Moszkvának kémkedett. Egyes az esetről beszámoló cikkek utalnak a lett képviselő és a Vince Laurent EP képviselő közötti kapcsolatra, annak mentén, hogy Tatjana Zhdanova volt az, aki a Minority Safe Pack kezdeményezésnél a lettországi orosz kisebbséget mozgósította. Vince Laurent híradónknak hangsúlyozta, sajtóleleplezés szerint Tatjana Zhdanova együttműködött az orosz titkos szolgálattal, és ennek nyomán az EP megfelelő testületei kivizsgálást indítanak. Ehhez azonban neki, a kisebbségi intergroupnak, illetve a FUN-nek semmi köze. Tatjana Zhdanova egyike azon 705 EP képviselőnek, akik szimpatizálnak a kisebbségi kérdéssel. Ő maga is kisebbségi helyzetből származik, a lettországi oroszokat képviseli az EP-ben. Ilyen módon őt is több tucat más kisebbségekhez tartozó képviselőhöz, a FUN több száz tagszervezetéhez, több száz civil szervezethez, sajtóhoz hasonlóan megkeresték a Minority Safe Pack aláírás gyűjtése során. Vince Laurent emlékeztetett, abban az időben ő nem is volt EP képviselő, a FUN elnökeként az RMDSZ megbízásából végezte el ezt a koordinációt. Egyáltalán nem értem, hogy ez az a társítás egyáltalán hogy került ide. Igen, szükség volt a Baltikumbeli oroszok támogatására is, hiszen ők egy jelentős számú kisebbség, gyűjtöttek aláírásokat, össze is gyűjtötték, és közte van annak a több mint 1.100.000 aláírásnak, amelyet az Európai Bizottság később hitelesített. Tehát ennek a konkrét munkához az égvilágon semmi köze nem volt. Hangsúlyozta, Tatjana Zhdanova a Minority Intergroupnak is tagja volt, és tegnap a munkacsoport társelnökei mindaddig felfüggesztették tagságából, amíg a parlament testületei döntenek, hiszen a kisebbségvédelem demokratikus harc demokratikus eszközökkel, a jogállamiság jegyében, és ha ő együttműködött az orosz titkos szolgálattal, az kizárja őt a demokratikus vitákból és a demokratikus cselekvésből. Annak kapcsán, hogy az eset miként befolyásolhatja a Minority Safe Pack ügyét, amelynek kapcsán a kezdeményező bizottság tavaly januárban fellebbezést nyújtott be az Európai Unió bíróságán az Európai Bizottság ellen, Vince Laurent kifejtette, soha nem jó az, ha egy parlamenti képviselőről ilyen kapcsolatok derülnek ki, hiszen azok, akik a kisebbségvédelmet amúgy is politikai eszközként használják fel, újabb érvet kapnak. Ez azonban nem változtatja meg az 50 millió kisebbségekhez tartozó polgárnak a szükségleteit, az, hogy a kisebbségi jogok érdekében az EU döntéseket hozzon. A cél továbbra is ez marad, összegzett Vince Laurent. Figyelmeztető sztrájkot tartottak a közalkalmazottak az ország több településén. Az egységes közalkalmazotti bértörvény alkalmazását követelik. Ha a mostani figyelmeztető sztrájk nem hoz eredményt, február 6-ától általános sztrájkba kezdenek. Figyelmeztető sztrájkot tartottak szerdán 11 és 13 óra között a közalkalmazottakat tömörítő Columnas Corps szakszervezet tagjai az ország több településén. A sztrájk idejére a polgármesteri hivataloknál az ügyfélfogadást és bármiféle munkát felfüggesztettek. A közalkalmazottak követelései között szerepel a helyi költségvetések finanszírozási rendszerének a reformja, valamint a köztisztviselők kollektív szerződésére vonatkozó tárgyalás folytatása. Stábunk Maros Szent Annán járt a figyelmeztető sztrájk idején. A helyi szakszervezeti vezető Corina Kümpján szerint nem fizetésemelést követelnek. Alapvetően mi nem béremelést kérünk, hanem a jogainkat követeljük, amelyeket a kormány a rendeletével megnyirbált. A mi fizetésünket 2021-es szinten befagyasztották, míg a többi költségvetési rendszerben foglalkoztatott alkalmazott 2022-es szintű bért kap. Ahogy korábban beszámoltunk, Lucián Puyú, a Columnas Corps szakszervezeti szövetség elnöke szerint az elmúlt 6 hónapban egyes közalkalmazottak kaptak fizetésemelést, de a szakszervezet szerint az lenne a helyes, hogy az állam ne tegyen kivételt alkalmazott és alkalmazott között. Azt is hozzátették, hogy ha nem jutnak megegyezésre, akkor meghatározatlan időre általános sztrájkba lépnek. Bejelentette lemondását az RMDSZ Maros megyei szervezetének éléről Péter Ferenc, aki egyben a Maros megyei tanács elnöke. Azt mondta, a szuperválasztási évben a megyei tanács vezetésére szeretne összpontosítani, kevesebb idő jut a szövetség megyei szervezetének irányítására.
bejelentette szerdai sajtótájékoztatóján lemondását az RMDS Maros megyei szervezetének éléről Péter Ferenc. Elmondta, az idei 4 választás megnehezíti azt, hogy a megyei tanács elnöki tisztsége mellett ezt a pozícióját is ellássa, így ezt tartotta a legjobb döntésnek. Az RMDS Maros megyei szervezetének elnöke a következő időszakban irányító középpályásként kell játszon, míg a Maros megyei tanács elnöke a középső csatár szerepét tölti be, és gólokat kell szerezzen. Mindkét feladatot egy ember nem tudja kifogástalan módon ellátni, ezért döntöttem úgy, hogy elnöki mandátumomat a szervezetnek visszaadva lehetőséget teremtek az RMDS-nek új játékost hívni a támadó sorba. Hozzátette, ha nyerni akarnak, meg kell osztaniuk a munkát. Szintet kell lépniük a fejlesztések és a választási kampány terén is, és ez két teljes embert kíván. Hangsúlyozta, a Maros megyei szervezet a legnagyobb és a legerősebb az országban, és ezt meg kell erősíteniük. Hatékony munka megosztásra és minden tenni akaró emberre szükségük van. Erős hangot szeretnének az EP-ben és a parlamentben is, de ugyanakkor az önkormányzatokban is erős képviseletet. A területi állandó tanács elfogadta a lemondást. Arról azonban, hogy ki fogja követni, február 9-én döntenek, tisztújító küldött gyűlés keretében. Források szerint a tisztségre Csibi Attila Erdőszentgyörgy polgármestere a legesélyesebb. Továbbra sem működhet önálló tanintézményként a Marosvásárhelyi Katolikus Iskola, de a sajtóban megjelentek ellenére nem azért, mert a tanügyminisztérium a Maros megyei tanfelügyelőség ilyen értelmű döntésével értett egyet, hanem azért, mert az még mindig egy prefektusi pertárgyát képezi, mondta el híradónknak Tamási Zsolt, városi tanácsos, az iskola egykori igazgatója. Nem fogadta el Marosvásárhely önkormányzata a Maros megyei tanfelügyelőség 2024-2025-ös tanévre vonatkozó iskolahálózat tervezetét, ugyanis az az önkormányzat egyik átszervezési kérését sem teljesítette, közöttük a katolikus iskola újraalapítását sem. 2023. augusztusában egy határozatot kezdeményeztek arról, hogy a katolikus osztályok váljanak ki a Bolyai Farkas elméleti líceumból, és alkossanak újra önálló felekezeti iskolát, mivel ezt a határozatot a városvezetés minden eszközzel támadó és akadályozó Ciprián Dobré prefektus peres úton megtámadta, nem volt végrehajtható és továbbra is pertárgyát képezi. Amikor a tanügyi törvény új módszertana megjelent és decemberben a Maros megyei tanfelügyelőség az iskolahálózatban való módosítási javaslatokat bekérte, a város önkormányzata jelezte, hogy továbbra is szeretné, hogy az iskolák külön váljanak, de azt is közölték, hogy a kérdés prefektusi pertárgyát képezi. Mivel akkor a tanfelügyelőség nem értett egyet az önkormányzat kérésével, azt a tanügyminisztériumhoz továbbították. A minisztérium január 26-án adott válaszában a tanfelügyelőségnek az álláspontját erősítette meg, de ez teljesen természetes, hogy addig, amíg a per tart, addig így se úgyse végrehajtható a tanácshatározat. Éppen ezért a pernek kell előbb lejárnia, és a per eredményének a függvényébe lehet visszatérni arra a kérdésre, hogy akkor mikor és hogyan alakul újra a katolikus iskola leválasztással a bolyai keretéből. Éppen ezért a tegnapi döntésnek inkább jelzésértéke van, hogy mi nem fogadunk el egy olyan iskolázatot, amiben nem teljesülnek a mi kéréseink. A katolikus iskola egykori igazgatója hozzátette, az iskola sorsát és jövőjét tekintve a sajtó visszhang ellenére nem történt semmi lényeges fejlemény. Szerintem most a perben kell eredményeket elérni, hogy az iskolát sikerüljön újra alapítani. Legalább 45 autóbusz sofőrre lenne szüksége a Marosvásárhelyi tömegközlekedési vállalatnak, miután megnőtt a járműpark, február 1-től pedig 4 új járatot indítanak. Az alkalmazást azonban akadályozza a kormány múlt év végi költségcsökkentő rendelete, ezért beadvánnyal fordultak a kabinethez az állások felszabadítása érdekében. Autóbuszvezetői állások felszabadítása érdekében fordult a kormányhoz a Marosvásárhelyi Tömegközlekedési Vállalat, annak érdekében, hogy az optimális menetrendet képesek legyenek tartani. A vállalat technikai igazgatója elmondta, új, korszerű autóbuszok most már vannak, továbbiak érkezését várják, de szükség lenne sofőrökre is, különösen, hogy 4 új járat is indul.
Jelenleg a vállalat alkalmazásában 162 autóbuszsofőr áll, az optimális létszám azonban 210 járművezető lenne. Tekintettel arra, hogy a vonalon közlekedő buszok száma megnövekedett, a beszerzett új buszoknak köszönhetően valahogyan növelnünk kell a személyzet létszámát, ezért benyújtottunk egy memorandumot, amelyben a szervezeti felépítés módosítását és a felvenni kívánt járművezetők számának növelését kérjük. Február 1-től 4 új járattal bővül a marosvásárhelyi menetrend, amelyek az új negyedek megnövekedett igényét próbálják majd lefedni. Ezek a 7-es, 9-es, 11-es és 22-es járatszámokat kapták. Egyelőre azonban ezeken a vonalakon nem tudnak magas járatsűrűséget biztosítani. Csütörtöktől az új 10 méteres elektromos autóbuszok is forgalomba állnak. A vállalat jelenleg nagy lélegzetű fejlesztést hajt végre. A buszokra bankkártyás fizető alkalmatosságokat és jegyérvényesítőt szerelnek. A fedett várakozókkal ellátott megállókban pedig kijelzőkön mutatják majd a következő járat várható érkezésének idejét. Az Adrenalin évét hirdette meg Hargita megye tanácsa 2024-re a megyében. Idén az aktív életmódot ösztönző turisztikai szolgáltatások, a mozgás és a kaland kapnak kiemelt szerepet. A megye legújabb BOP pályájának beüzemelésével nyitotta meg Hargita megye tanácsa az Adrenalin évét kedden Székelyvarságon. A tematikus évben az aktív életmódot ösztönző turisztikai szolgáltatások, a mozgás és a kaland kapnak kiemelt szerepet. Minden, ami extrém sport, minden, ami kalandot jelent, hegymászástól kezdve a Via Ferratákon át, a vadvízi evezésen, a craftingon keresztül és a raftingon keresztül mindent meg fogunk emelni, és ezzel a csomaggal fogjuk népszerűsíteni Hargita megyét. BOP pályák, Via Ferraták, hegymászási lehetőségek, vadvízi evezések, a bakancsos és a lovas turizmus meg annyi változata várja a turistákat. A tevékenységünknek jelentős eleme lesz az, hogy ezt előtérbe és értékbe helyezzük. Most egy konkrét példa, a turisztikai vására Bukarestbe úgy megyünk, hogy jönnek velünk olyan vállalkozók, akik ilyen szolgáltatásokat nyújtanak, jönnek velünk a hegyi mentők, akik a biztonságos hegyi turizmusnak az oldalait szeretnék bemutatni. Ők hoznak mindenféle olyan felszerelést, tehát víz alatti drón, más jellegű drón, ami kötélkilövő puska, tehát ami nekük van. És erre szeretnénk felhívni az ide látogató turista rétegnek a figyelmét, hogy nyugodtan jöjjenek és próbálják ezeket a tevékenységeket, mert adrenalinos, de biztonságos. Székelyvarságon, ahogy a helyiek mondják, a világ tetején teljes körű kikapcsolódást nyújtanak a turistáknak. A magyar kormány támogatásával épült sípálya mellett gasztronómiai központ és mától kezdődően BOP pálya is várja a látogatókat. A beruházást a helyi közbirtokosság finanszírozta. Elhunyt 92 éves korában Barkó György színművész, a Kolozsvári Állami Magyar Színház örökös tagja, közölte ma a társulat közösségi oldalán. 92 éves korában elhunyt Barkó György színművész, a Kolozsvári Állami Magyar Színház örökös tagja. Eljátszott szerepeinek skálája rendkívül széles, a drámai alkotások karakterszerepeitől a klasszikus és zenés vígjáték figurákig egyéni színekkel dúsított, érzelmileg telített alakítások jellemezték színpadi jelenlétét, írja róla közleményében a társulat. Barkó György 1931. július 18-án született a Brassó megyei Pürkerecen, 1954 és 1988 között volt a Kolozsvári Állami Magyar Színház tagja, Harag György előadásainak vezető színésze. 1989-ben a Pécsi Nemzeti Színházhoz szerződött, amelynek 1995-ben történt nyugdíjba vonulásáig volt tagja. 2000 novemberében a Kolozsvári Állami Magyar Színház örökös tagjává választotta. A színház kedvelők többek között Sütő András egy Lócsiszár virágvasárnapja, Móricz Zsigmond Nem élhetek muzsika szó nélkül, vagy William Shakespeare Hamlet című darabjában láthatták. Színházi szerepei mellett több jelentős filmben is szerepet kapott, mint például a Sátán tangó, Ábel az országban vagy a Sorstalanság. Munkásságát több díjjal is elismerték. Hazatért Szaúd-Arábiából Gyenes Emmanuel, sporttal folytatjuk.
Épségben és tele élményekkel tért haza Szatmár Németibe Szaúd-Arábiából Gyenes Emmanuel. A Dakar versenyzőt nagy örömmel fogadták a szurkolói kollégái, akikkel megosztotta azokat az örömöket és nehézségeket, amelyekkel szembenézve idén is kiváló eredményt ért el. A világ legnehezebb tereprali versenyét a 23. helyen zárta összetettben. Konfetti, pezsgő, torta. Így fejezték ki elismerésüket Gyenes Emmanuel kollégái, amiért már sokadszorra teljesíti a Dakar kihívásait, és ezáltal szerez hírnevet az erdélyi sportnak. Mani 14 alkalommal vágott neki a mintegy 8000 kilométeres versenynek, ebből 12-szer sikeresen célba is ért, de mint mondja, ez volt minden idők legnehezebb kiadása. Az éjszakai hideg a sátorban, a sok homok és dűne, illetve a sziklás terep is emberpróbáló napok elé állította. Utóbbi 6 évben itt mentem ebbe a kategóriába, hogy egyedül szervizelem a motort. Itt megmondom, hogy nem nagyon lehet élvezni. Ez egy nagyon nehéz kategória, tehát hogyha vesszük a Dakart, és hogy ebbe a kategóriában mész, ez egy 10-es nehézség, és hogyha mennél egy szervizcsapattal, az egy 6-os. Tehát nagyon nagy a különbség. És ha szervizcsapattal mennék, akkor sokkal jobban tudnám élvezni. Mégis az utolsó 100 kilométerek és az átsuhanás a célvonalon akkora öröm volt, ami semmi mással nem helyettesíthető számára. Ez az egyik legfontosabb, mert ez a finisher, tehát hogy végigmentem a 2024-es Dakaron. Mani köszönetet mondott szurkolóinak, támogatóinak és a sajtónak is, amiért követték a versenynapok alatt. Ez motivációt adott arra, hogy maximumon teljesítsen. A tervek szerint a 2025-ös Dakarra is benevez annak ellenére, hogy nem örült a hírnek, amikor újabb 5 évre aláírták a szerződést Szaúd-Arábiával. Sok versenyző ugyanis abban reménykedett, hogy visszatérhet a verseny Dél-Amerikába. Mani tavasztól ismét beleveti magát a felkészülésbe, és részt vesz például a Bákóban szervezett enduro világbajnokságon, a Red Bull Romaniacon, majd pedig a spanyolországi Six Days Enduro versenyen is, amelyen 600 versenyző áll rajthoz. Eddig a hírek, tekintsék meg időjárás jelentésünket is a folytatásban. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.